így úgy, hogy felénk a kezét, tenyérre fölfele, úgy, hogy megmozgatja, ráfogunk, kicsit megfeszítjük, hogy itt meglegyen ez a tolás, látjátok? Így el lehet tolni, mert így nagyon nehéz. Jó, megfogjuk. Bilincsben a végzős diák. A nyíregyházi Krúdy Gyula gimnáziumban intézkedési gyakorlatokat mutat be éppen az Észak-Budapesti Adó- és Vámigazgatóság egyik munkatársa. Egy másik teremben a közteherviselés lényegét, az adózással kapcsolatos legfontosabb információkat mutatták be interaktív módon a fiataloknak. A Tudatos Generáció című előadássorozat több éves múltra tekint vissza, ettől a tanévtől azonban új témákkal és változatosabb módszerekkel tartják a képzéseket a középiskolásoknak az adóigazgatóság szakemberei. A programsorozat még tavaly ősszel, a tanév kezdetekor indult, a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága, valamint az Észak-Budapesti Adó- és Vámigazgatóság együttműködéseként. A programsorozat vagy előadás sorozat célja a középiskolás korosztály adótudatosságának fejlesztése, hogy a jövőben egy olyan generáció szülessen, akik nem csak tudatos adózók, de természetesnek is veszik az adófizetést. Az előadók gyakorlatilag valamennyien a NAV szakemberei, akik interaktív formában mutatják be ezt az egyáltalán nem egyszerű témát, az előadások fókuszában a közteherviselés, valamint az adózással kapcsolatos fogalmak állnak. A hallgatóság olyan kérdésekre kap majd választ, hogy például mit jelent a közteherviselés, vagy hogy mire fordítja az állam az adót, illetőleg, hogy mi a célja a márkavédelemnek, továbbá, hogy hogyan épül fel egy jól működő vállalkozás. A szakemberek azt tapasztalják, hogy az információhiány miatt sok fiatalban él előítélet az adóhivatal munkájával kapcsolatban. Az előadásokról szóló visszajelzések azonban minden esetben pozitívak. A diákok először kétkedve fogadnak bennünket, nyilván van egy elképzelésük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról, és éppen ezt próbáljuk, ha nem is megváltoztatni, de kialakítani egy olyan képet, hogy mit is, milyen munkát is végzünk mi a szerepe a NAV-nak a költségvetésben, az államháztartásban. Élvezik a gyerekek, mert játékos feladatok, amiben nyilván nem kényszerrel, mert önkéntes a részvétel, de mivel olyan jellegűek és úgy van összeállítva a program, ezért bevonó jelleggel pozitívan szoktak nyilatkozni. Egyébként szoktunk visszamérést is végezni, és általában pozitívak a tapasztalatok. Ebben a gimnáziumban már második alkalommal szervezték meg az előadás sorozatot. Nagyon jó dolognak tartom azt, hogy a gyerekek ugye szaktárgyi órákon kevésbé tudnak ilyen fajta ismereteket kapni, mondjuk történelmi órán vagy egy kicsit földrajz órán tudunk a közgazdasághoz kapcsolódóan ilyen dolgokról is, de nem ennyire célzottan. És itt egy picit próbánk gyakorlatilasabb formában és a szakmaiságot is természetesen képviselve a gyerekeknek az ismereteit bővíteni. Az egyik legnépszerűbb téma a startupok indítása volt a végzősök körében. Az iskolában nincsen olyan óra, amin ilyen dolgokról tanulnánk, és ráadásul ez az előadás interaktív volt, tehát meg kérdezni is tudtunk, illetve hát igen, hasznos volt, hasznosnak találtam. Tudod egyébként majd hasznosítani? Vannak ilyen jellegű terveid a jövőben? Igen, vannak, és szerintem fogom is hasznosítani azt a tudást, amit ma megkaptam. Ebben a tanévben több mint 200 diákhoz jutott el a Vármegyei Adóigazgatóság Tudatos Generáció című előadás sorozata. A programra még jelentkezhetnek a térség középiskolái. Ezt a szabolcsavig@nav.gov.hu e-mail címen tehetik meg.